Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjuk a témát, amit terveztünk erre a hétre. Ma fogunk beszélni a mantrák természetéről, ezért helyezzetek el magatokat kényelmesen, és akkor mindjárt hamarosan folytatjuk. Szentírások magyaráznak, hogy minden, ami körülöttünk van, mindenre van hatása a hangnak. Szóval a hang hatással van a testünkre, a tudatunkra, intelligenciára, és létezik négyféle hangvibráció. A legmagasabb hangvibráció úgy hívják, hogy paravák. A para, ez azt jelenti, hogy transzcendentális hangvibráció, az a legfinomabb hangvibráció, ami mi anyagi fülünkkel nem tudjunk hallani. Utána létezik madhyamavák. Madhyamavák, ez a finom hangvibráció. Nem, bocsánat, utána létezik pasya. Para, pasya. Pasya, ez a vizualizálós hangvibráció, ami nekünk elmében képformában van. Az a legfinomabb anyagi hangvibráció. Például, amikor mi valamit építeni akarunk, egy házat, egy épületet, akkor mivel kezdődik az épület építése? Hát nem attól, hogy valaki jön kapálni, és a fundamentát fog rakni, hanem attól lesz, hogy valakinek először van egy ötlet, egy ilyen vizualizációs kép. És ez a legmagasabb dolog. Az eredeti, mert lelki világban vannak házak, ez a para, és utána ember, eldugom, hogy szél ne zavarjan a mikrofont, így, tudjátok hallani, zavar nélkül, így, nagyon jó. Írjátok kommentekbe, hogy rendesen lehetne hallani. Akkor a pasya. Utána egyre durvább, amikor anyagi világban jön a hang, akkor tágol. És ez a tágolós a következő szintet úgy hívják, hogy madhyama. A madhyama hang úgy nyilvánul meg, mint a gondolataink. A gondolatok az elmébe, ez finom hangvibráció. Ezért vannak személyek, akik gondolatolvasók, de mit jelent, hogy gondolatolvasó? Hát ő képes hallani másoknak a gondolatokat. Akkor a következő, a legdurvább hangvibráció, ez a vaikari vák, ez az a hangvibráció, amit mi tudjunk hallani a kis fül dobhártyával, és ugyanakkor tudjunk ezt kiejteni a hangszálokkal. Ez a hangvibráció. És a hangvibrációt csak ott megnézünk, mi mindig a hangba élünk. A hanggal tudnak embernek örömet és boldogságot szerezni, és hanggal lehet embernek nagy szenvedést okozni. Ilyen ereje van a hangban. Védikus írások azt mondják, hogy a hang által ember meg lett kötve a karma cselekedetekhez, és a hang vibráció segítségével fel lehet szabadulni a karma cselekedetektől. Így ez a természete a hanguknak. És a mantrák, ez mantra, általában igazi mantrák, ez az akshara. Ez azt jelenti, hogy azok a hangvibrációk, ami nem ember által van létrehozva, hanem ezek a mantrák, ők mindig örökké léteznek, és ez a kombináció hangvibrációknak. És ez ugyan kombináció, hogy kell be, ahhoz, hogy menjen a mantra, legyen hatása, akkor kell, hogy legyen vaikarivák. Ez azt jelenti, hogy menjen a legdurvább szinten, ember tisztán kiejtsen, pontosan, mantráknak kell pontosan kiejteni a hangsúlyokat, a hangnak a hosszát, a rövidet, nagyon sok feltétel van.
és csak hogy sok T betű van szanszkritban, sok D betű van, vagy hang, és ezeket kell tudni kiejteni. Szóval nagyon sok feltétel van, már csak a vajkárivák szinten. Utána madhyamavák, az elmébe kell legyen egy megfelelő tisztaság, és ott van ugyanúgy vibrálva az a mantra, és utána a pasya, az intelligencia szinten, a legfinomabb hangon szinten is legyen egy erős vágy erre a mantra vibrálására, és akkor így működnek a mantrák. Amikor ember képes több szinten egyszerre vibrálni ezt a mantrát. Na most, amit tőlünk lehet mindig hallani, ez a Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ez egy kicsit másabb, ez transzcendentális hangvibráció, ami különbözik a mantráktól. Ez a mantra akkor is működik, például a többi mantra nem működik, hogyha nekünk nem tiszta a tudatunk, nincsen az elmébe vibráció, nem értjük, nincsen vágyuk, mert nem tudjuk, mi van. Ez a mantra kezd működni meg a legalacsonyabb szinten, hogyha mi csak próbáljunk szépen kimondani. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hogyha mi csak úgy vibráljunk ezen a aksaranáma, ez azt jelenti, hogy a szótag szinten vibráljunk a durva hangszálokkal, figyelünk tiszta, dinamikus vibráció, akkor is működik. Ahogy már mondtam, hogy mantrák, csak egy hangvibráció, egyszerű, ami nem is mantra, tud hatással lenni ránk a tudatunkra, ugyanúgy mantra sokkal mélyebben tud hatni ránk. És ahogy szoktunk, most vasárnap megint tervezünk a zenélés a világért, és meghívunk benneteket, hogy gyertek, vegyétek részt velünk, együtt énekeljünk, és megint, amikor emberek vibrálnak a mantrát, akkor egyéni szinten kapnak a legjobb javakat, a családi szinten, az ország szinten és egész világ szinten. Ez a Hare Krishna mantra, ez egy transzcendentális, univerzális mantrája, ami a minden szinten működik, és nincsen nehéz nagy szabályok, hanem egyszerű szabályok, csak tisztán vibráljunk, mondjunk ki, és próbáljuk figyelni, amit mondok. Ennyi az egész. Remélem, hogy hasznos lesz, csak próbáljátok ki, csináljátok kísérleteket minden nap, hogyha vibráltok korán reggel, akkor utána majd fogtok észrevenni, mi történik az életetekkel, aztán írjátok kommentekbe, kinek mi a tapasztalata. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, röviden ennyit gondoltam, majd elmondom nektek. Ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, csengő gombot nyomjátok, légy szíves, lájkoljatok a videót, minden rendben lesz, nagyon hiányoztok itt nekünk Krisna völgybe, már nagyon várunk, hogy személyesen találkozunk, hogy gyertek ide hozzánk, addig maradjon kapcsolatban így online keresztül. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok nektek, Hare Krishna!